Bővült a létszám a Nyíregyházi Állatpark Madagaszkár kifutójában. Néhány hét leforgása alatt 7 gyűrűs farkú maki, vagy más néven katta született. A csöpségek kék szemmel látták meg a napvilágot, ám most már szivárvány hártyájuk a felnőttekéhez hasonlóan ragyogó sárga színűvé vált. 5 hónapos korukig anyatejjel táplálkoznak, de 2 hónapos koruktól már gyümölcsökből és zöldségekből is szemezgetnek majd. Mivel a gyűrűs farkú makik párosodási időszaka kifejezetten 1 hónapra esik, éppen ezért pár hét különbséggel jöttek világra az apróságok. Az egyes kölykök még anyuk hátán is hasán tartózkodnak, míg az idősebbek már ismerkednek a külső kifutóval önállóan is. Vannak ikerpárjaink is, de nem kell aggódni ezeknek az anyáknak sem, hiszen dajkodat szövetségben élnek ezek az állatok, ami azt jelenti, hogy egymás kölykét nevelgetik, hordozzák, sőt szoptatják is. A Madagaszkár című animációs filmből ismert állatok könnyen felismerhetőek hosszú gyűrűs mintázatú farkukról, amelyet járás közben magasra emelnek. Madagaszkár déli és délnyugati részén fekvő erdőkben honosak, s a többi makihoz képest sokat tartózkodnak a talajon. Bár vadon élő létszámuk nem ismert, azonban mint Madagaszkár teljes élővilágát, élőhelyük elvesztése veszélyezteti. Élőhelyük feldarabolódása miatt az egyes populációk elszigetelődnek egymástól, így genetikai állományuk erőteljesen lecsökkenhet, valamint nőhet a beltenyészet mértéke is. Emellett egyes területeken a vadászat is csökkenti állományuk, valamint gyakran fogják be őket és tartják házi kedvencként.